Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát most kresszezzünk egy picit, és nem a szabályosságról meg a kresszkönyvben leírtakról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ami látszik az egész országban, az egész társadalomban, ez a mindenkit mindent leszarok, és nem érdekel senki meg semmi, hogy ez hogy csapódik le az utakon. És mindegy, hogy te most gépjárművel vagy, vagy gyalog, én azt látom, hogy itt is mindenki egyre parasztabb. Valószínű, hogy én is ilyen vagyok, próbálok azért figyelni, de óriási így az évek alatt, amit látok romlást, az emberek hogy viselkednek a másikhoz viszonyítva itt a közlekedésbe, ez valami iszonyatos nagy tahóság fele megy el. És akkor néhány dolgot kiemelnék, ami szerintem nagyon-nagyon más, mint ezelőtt jó pár évvel volt. Ugye beszéltem már a tanulóvezetőkről. Nyilván nem a tanulóvezető a hibás, mert ülmette egy oktatónak mondott valaki, nem akarom őket bántani, biztos rengeteg marha normális oktató van köztük, de ismertek ezt a típust, amikor napszemek főbasszva, félig hanyat fekve, kihajolva, éppen leszarom a világot, nézelődik. És én emlékszem az én régi oktatómra, amikor én nagyon fiatalon tanultam, és 60-nal, tehát 60 km/órával lehetett közlekedni a városba, akkor ha én 57-tel mentem, már rám szólt, hogy László, ne tartsuk fel a forgalmat, és majd beszartam ekkor a sebességnél egy ilyen száguldásnál, de muszáj volt mennem, és muszáj volt csinálni. Most azt látom, erősítsetek meg, hogy így van vagy sem, hogy ugye 50-es táblánál mondjuk 35-tel, 40-es táblánál 22-vel, és így egészen lefele, a végén ilyen többet megyek tolatva, mint előre, tempóba haladunk a tanulóvezető mögött, és az oktató ezt leszarja. Ugye a kresznek azért van egy ilyen pontja is, nem akarok én okoskodni főleg egy oktatónak, ugye a forgalmat nem lehet akadályozni, hát ez valahol az. Erre mondják, hogy azért van a kormány, ugye meg az index, az irányjelző, hogy előzzél, hát mondjuk egy záróvonalnál elég nehéz, hogy ne szegd meg a szabályokat, meg a másik, hogy én megértem, hogy mindenkinek fel kell venni a forgalom ritmusát, meg meg kell tanulni, de azért ilyen eltéréseket, még egy 50-es táblánál 35-tel megyünk, és lehetőleg, mit tudom én, 1,5-2 km hosszam, azért tudomásul kéne venni, hogy rengetegen nem azért közlekedünk, mert éppen nincsen jobb dolgunk és vezetgetünk a városba, hanem A pontból megyek B-re, és általában időre. Persze induljak el előbb szoktam elindulni, de akkor is azért ez kicsit bosszantó, hogy tartsuk már be azokat a rohadt sebesség határokat. Nyilván nem csak fölfele, tehát ne, hogy csak gyorsabban menjek, hanem azért lassabban se, hogyha muszáj. Az egyik. A másik. Ugye ez nem csak a tanulóvezetőknél látom, hanem szerintem ilyen 15 esetből mondjuk 12-szer van az, hogy elfelejtenek az emberek lehúzódni kanyarodáskor. Ugye szépen mész a közúton, balra akarsz kanyarodni, kirakod az indexet, nekem azt tanították még annak idején, hogy szépen egészen a záróvonalig, vagy a felező vonalig, vagy a úttest közepét jelző vonalig fogalmazzunk ki, hogy épp ami van, odáig lehúzódok. Ugye? Nem egyszerre, hanem szépen lassan oda behúzom a kormányt, és innentől kezdve, aki esetleg akar, az út mellett, itt az autó mellett jobb oldalt el tudna menni. Azt, hogy most ezt a kressz mennyire engedi, meg nem engedi, ezt nem hiszem, hogy nekem kéne ott sofőrként felülbírálnom, majd ha jön egy rendőr, vagy ezzel foglalkozó hatóság, majd ő eldönti. De akkor is meg kéne adnom az esélyt, hogy legalább aki siet, vagy szeretne menni, az menjen. Nem. Ehelyett szépen megállok az úttest közepén, bebaszom az indexet balra, és állok. És leszarom azt, hogy mögöttem 65 darab autó áll, idegesek, nem tudnak menni, holott csak egy fél méterre kellene beljebb húzódnom. És eszébe jut az ember, és akkor átüvöltesz lila fejjel, ekkora pupillával, kitágulva, hogy baszki, hogy miért nem tudsz lehúzódni, akkor nem érti, miről van szó. Volt, hogy egy félreálltam emiatt, és elkezdtem normálisan magyarázni, mondom, ne haragudj neked, az oktató ezt nem tanította, hogy le kéne ilyenkor húzódni? Azt mondja, nem. Nem, azt mondja, szépen kirakja az indexet, és kész. Jó, nem mondom, hogy minden oktató ilyen, de egyszerűen ilyen régen nem volt. Nekem ez az automatikus dolog, ha balra kanyarodok, akkor lehúzódok. És innentől kezdve, aki mögöttem van, ha úgy gondolja, el tud menni mellettem, ha nem akar menni, akkor ne menjen mellettem, de legalább az esélyt megadom rá. Térjünk egy picit ki a gyalogosokra. Én nagyon jól tudom, mikor csináltam egy ilyen gyalogosokról egy videót, azt kaptam, hogy mert a kressz szerint elsőbsége van a gyalogosnak, tisztában vagyok vele, felfogtam, mindig is elsőbsége volt a gyalogosnak, nem csak most, csak ugye most ezt a kressz jóval súlyosabban szankcionálja, és ugye régen ilyen, hát inkább ilyen udvariassági jog alapján vagy átengedted, vagy nem, most ugye kellő határozottsággal el kell engedned. Igen, akkor, ez is benne van, ha a gyalogos a szándékát, az átkelési szándékát egyértelműen jelzi. És az nem azt jelenti, hogy megállok a zebránál például, Pistike, Júlcsika, és akkor mit tudom, fülükön ezzel a lószarral, és még szotyiznak, kökködnek, és még beszélgetnek egy picit. Én megállok, és találjam ki, hogy ők most el akarnak indulni, vagy nem akarnak elindulni. De még ez a jobbik eset.
ha nekem ezt ki kell találnom, aztán állok, rájuk dudálok, hogy ugyan már aranybogaram, jöttök vagy nem jöttök, aztán maximum elindulnak vagy nem, én meg vadul anyázok, hogy most de jó, hogy megálltam feleslegesen, és még mögöttem a 15 autó. És a rosszabbik eset az, ugye minden fiatal most már be van tamponálva fülileg, ugye, mert zene nélkül nem lehet kibírni azt a 200 métert, amit megyek, vagy 300-at. Nyilván ez ő dolgú, pont le is szarom, nem érdekel engem. Csak az a döbbenet, amikor ugye ezt is lehet tanulni, utána kell nézni, ha te valamit hallgatsz, vagy hallasz, és arra koncentrálsz, azért a többi érzésszerved az le fog tompulni kurvára. A látásod, ugye hallásod az egyértelmű, hogy nincs, mert be van dugva a füled ezzel a lószarral, nem lát semmit, illetve minimálisat lát, csak mint a szemellenzős lovak előre, és akkor biztos láttatok már ti is ilyet, hogy tapasztaltatok, mikor látod, azért már mondjuk rutinosabb sofőr vagy, a zebra felé, tehát nem a zebránál, a zebra fele, vagy a gyalogátkelő hely felé halad a csávóval a csaj, 5 méterre van, és biztos vagy benne, hogy nem fog körülnézni. Tehát te szabályosan 50-nél menve, odafigyelve rá, az kurva isten, hogy le fog lépni eléd, és persze, hogy neki van elsőbsége, tiszta vagyok vele, de azért nem ártana körülnézni, mint ahogy anyukám engem tanított meg, gondolom titeket is, hogy először mindig elnézek balra, jobbra, megint balra, és akkor elindulok. Mert az, hogy nekem van elsőbségem, igen, de ha szépen fölkenődtem egy kocsi elsőjére, akkor már, a kocsi elejére, akkor ez az annyira már tök mindegy. Maximum a sofőrt ma jó megszivatják, meg meghurcolják, meg megkapja, mi jár neki, holott nem biztos, hogy teljesen ő a hibás. Tehát az, hogy meg volt olyan is például, hogy megyek az autóval szépen 50-nel, elnézem ott a gyalogátkelőhely, sehol senki, majd a átkelőhelytől 6 méterre levő bozótosból, meg a mögötte levő erdőből kisprinter Józsika, és körülnézés nélkül átrohan előttem. Most szerencse, hogy elég jó volt a reflexem, és blokkoltam, és imádkoztam, hogy ne csapódjon belém senki, hál' Istennek nem volt, megálltunk, mint na, azt akkor ilyen kollektív kórusban történő kurva anyázás volt az egész csapatnak, hát Józsika persze elszaladt a picsába, és utána megjelent anyuka, aki jót vigyorgott az egészen. És akkor megkérdeztem, mit szólt volna, hogyha Józsika kis feje, ott van valamelyik lámpa testhez felragadva, nem akarok se bunkó, se pejoratív, se pedig ilyen enyhén horror sztorit csinálni az egészből, de simán lehetett volna ez. Ugye én rábaszok, mert ugye gyalogátkelő helyen nem figyeltem, holott figyeltem, csak éppen nem voltam arra felkészülve, hogy valaki majd az erdőből ki fog spintelni, holott erre is már nekem fel kell készülnöm. Sőt, egy gyalogátkelő helyet akkor elvileg ugye 15-tel közelítsek meg, ez szerint a logika szerint. Na most itt a városban, ugye, ahol van mondjuk 50 méterenként gyalogátkelő hely, hogy eljussak A-tól B-re, ami mondjuk van egymással 5 kilométerre, akkor ez olyan 2,5 órás út, ez szerint a logika szerint. Ugye megvárom mindenkit, még átmegy. Most ebből nem azt akarom kihozni, hogy nem vagyok hajlandó megadni senkinek se az elsőbséget, csak azért legyünk már tekintettel nem csak mi autósok a gyalogosokra, hanem talán fordítva is. És mondom, tiszteljük a jogszabálya, mert ugye ezt kaptam kb. 650 kommentbe, hogy hát igenis a gyalogosnak van elsősége, tudom, felfogtam. Viszont neki is az érdeke az valahol, mondom az érdeke, hogy éppen egészségesen érjen át a túloldalra, és marha büszke lehet arra, hogy nekem volt igazam, mert ugye nekem van elsőségem, ha mit tudom, kórházba fekszik 2 hónapot törött lábbal, jobbik esetben. Hát igazából azért nem árt ezt a anyuka módszert, tudod, hogy elnézek balra, jobbra, megint balra, nézegetni. És nem mint a hülye, mit tudom, egy gólya, ami volt ez a gólya játék, tudjátok, így itt a vizet egyfolytában, tehát mindegy fasz így mászkálni a zebrák közt, nem erről beszélek. Csak egy picit tekintettel lenni a másik oldalra is egy kicsit, meg azért, ami igazából ebbe a szituációba ilyenkor a gyalogátkelőhelyen nekem tele szokott lenni a tököm, főleg iskoláknál van ez, mert az óvisokat ugye nem bántom, még nagyon picik, ők ezt nem tudják felfogni, de ilyen 14 év fölött mondjuk egy gimnazistánál vagy szakközepesnél azért már lehetne annyi intelligencia, hogy egy nagyforgalmú úton látom, hogy jönnek az autók, marasok autó van, rengeteg autó van, nincsen lámpa a kereszteződésbe, és a srácok, lányok ilyen 3-as, 2-es, 3-as csoportokba leszakadozva, külön-külön szakaszokként vonulgatnak át szépen kényelmesen, dalolászva, csicseregve, sztorizgatva, telefon nyomkodva a telefonon, a zebrán. Ahelyett, hogy mondjuk talán meg lehetne várni egymást, mert nem sok idő, körülbelül szerintem ilyen 6 másodperc alatt összejönnétek 15-20-an, és mondjuk egyszerre nem átsprintelve, nem ezt mondtam, hanem egy kicsit erősebb tempóba átmennétek, és nem feltartva azt a 30 darab autót, ami a két oldalra vállalkozik. Tehát tudom, hogy ez is egy ilyen lehetetlen kérés, mert nektek van elsőségetek, persze, csak mondom arra, hogy figyelni kéne a másik emberre. És összefoglalva, hogy az egészet ugye az autósok oldaláról is, meg a gyalogosok oldaláról is, ugye mind a két oldalon a paraszt, ezt tisztába kell lenni a szabályokkal. De, mint ahogy előbb is mondtam,
ugye arrafele megy el az egész társadalom, hogy mindenkit leszarok, nem érdekel, ebből előbb-utóbb kurva nagy baj lesz. Mert mindenki kerülhet szar helyzetbe, most nem csak a keresztre be gondolok, meg a gyalog átkelő helyre, meg ilyen hülyeségekre, bocs, nem hülyeségre, tehát nem ilyen dolgokra, hanem akármikor számítatnod kell neked valakire. Bármiben. És marha nem jó dolog, ha mindehez úgy állok hozzá, hogy a jogszabály pedig engem véd, és nekem van igazam, hogy ott lehet, hogy egy kicsi tekintettel a másikra, azért eredményesebb lenne ez a dolog a kommunikáció szempontjából, az egymáshoz való viszony szempontjából, és lehet, hogy ha te nem üvöltöző mész el arról az adott helyszínről, még ha igazad van, hogy utána az a napod lehet, hogy még jobban is fog telni, ha egy vigyort megeresztve elismered, hogy öcsém, igazad van, legközelebb jobban odafigyelek, de nem kell ebből ekkora, hogy tudom én, szájkaratét csinálni, mert nincs értelme odáig meg eljutni, hogy kiszállok a kocsiból, meg kiszállnak a kocsiból, meg gyalogos utána megy az autónak, az belerúg a hátuljába. Felesleges, mert olyan konfliktusok lesznek, ami generál egy újabbat, és a végén azt vesz észre az ember, hogy olyan helyre került, ahova nem kéne, nem csak fizikálisan, hanem itt is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!